Én, mint ö, három macska boldog barátja, mert ö, itt megint a nyelvi szinten fontos különválasztani, hogy három macska tulajdonosának nevezem-e magamat, vagy. 30%-nál járunk azon a tengelyen, ahol ö, érzem magam ahhoz képest, amikor macskaapukát macska mondtál volna, vagy boldog dog, mit? szóval... Akkor de, el sem mondom, e, e, nem, mondjad nyugodtan, nem én csak, megmondom, hogy csak már majdnem. Nem mondani, hogy a keresztlányom engem cica papának hív, de ő négy éves, tehát Aha, hogy abba talán belefér. Ez valakinek cuki, ez szerintem, szerintem nagyom... nyomorult, de, igen, de, de, pont de téged akartam. nagyon szeretlek ettől még. De hogy ezzel akartam folytatni, hogy... És irigy vagyok. A cica papára vagy a macskákra? A macskákra, hogy van macskája. Tehát a, a macska a én nálam is, ez, ez a másik. Ö, nem. Val nem. <gül> <gül> nem, de később megbeszéljük. De például az, hogy amikor nekünk macskáink lettek, és úgy, hogy a csajomnak is volt már gyerekkorában, nekem is volt már gyerekkoromban, nyilván az összes sztereotípiát megkaptuk a haverinktől, jaj, hát akkor most akkor ti vagytok az ő és akkor nektek ők a szőrös gyerekeitek, és így. Nem, ezek macskák, ezek állatok, ezeknek nincs emberi tudata. Ezek e, ilyen néha olyanok, mint az ufók, néha olyanok, mint a polipok, a legkevesebb viselkednek logikusan, egyébként meg puhák, aranyosak, és nagyon jó velük nem tudom játszani. És amióta nekünk vannak állataink, és csak halmozni szeretnénk őket a jövőben, azóta bennem minden ilyen sztereotípia abba az irányba fordult meg hogy szerintem tök mindegy, milyen állatot tartasz, ha a sztereotípiák mentén tartod az állatot, akkor, akkor te magad válsz a sztereotípiává. De én nem tekintem a macskáimat a gyerekeimnek, nem tekintem magamat az ő rabszolgájuknak, nekem a, a társaim ezek az állatok, amik egyébként meglepő, de érzik, hogy ha rossz kedven van, oda jönnek, odabújnak, dorombolnak, egymásról is tök jól el vannak amúgy meg írtják a pókokat a sarokból, meg a bármilyen nyáron berepülő rovar, tehát hasznosak is. Egyébként meg az van, hogy szerintem állatot tartani. Pókok unfriended, Indi, Dániel. Viszont egy ilyen notification. Viszont kedvencem pókember, és az egyik példaképem a mai nap. Nem be a ez, 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 Egyébként az szimpi, hogy nem egyedül van. Tehát valószínűleg ez jó társaság, mert amikor azt mondod, hogy oda jön, amikor nem érzed jól magad, és te észreveszed, hogy ő nem érzi jól persze, magát. Persze, nem akinek van állata az idő után így. Tehát egyszerűen, mivel együtt éltek 0-24 órában, megismeritek egymást. És, és nem ez a tök fontos a, Vagy én például minden embert, aki látom, hogy így elkezdi humanizálni a, a társállatait. Hát nem azt mondom, hogy oda megyek és egy ilyen nagy paragrafussal így levezetem neki, hogy ez miért baromság, de igyekszem arra utalni, hogy nehogy úgy csináljon, mint hogyha egy ember lenne, mert szerintem nagyon sokszor ez a társállatokra is rossz hatással van, hogy nem ö, állatként kezedik őket emberek hanem emberként, és a barátként, és a családtagjaként. Mm. És értem, hogy kialakulnak ezek a fogalmak, de látok olyan ismerőséget magam körül, akik nem tudom, emberként kezedik a, a macskáikat, és a macskák hótidegek, és hihetetlen traumatizáltak. Mi meg úgy kezeljük őket, ahogy a macskák egymást kezelik. És tudod, az nekik az a természetes, és nem az a természetes, hogy kis raksz a fejükre, meg, meg, nem tudom. Van ebben bennetek van valamilyen ilyen vadállattá válásnak a romantikája, hogy akkor most ők az ő törzsükbe téged befogadtak, és nem tudom, akkor most már te vagy az amerikai farkasember. Én nagyon az lennék valami... az amerikai farkasember Londonból, ha el akartál utálni. Valami, valami De... ilyesmi, hogy igen, hogy kapcsolatot létesítettél az ő nyelvükön, akkor ebben van valamilyen állatok nyelvén beszélés, vagy ilyen mesebeliség. Vagy... Ilyen nincsen, viszont olyan, olyan van, hogy hogy nagyon fontosak lettek a, a, az elmúlt években ezek az állatok, meg egyáltalán az, hogy állatok között élünk. Mm -hmm. és az, egy, az, egy, az ad egy nagyon más rutint az életednek. Én például azt gondolom, hogy nem nagyon sikerült felnőnöm 33 év alatt, de a, a macska tartás óta bizonyos dolgokban felelősebb lettem, bizonyos dolgokban figyelmesebb lettem, és azért, mert, mert az, az az jó az állatnak is, meg az jó nekem is, hogy ő minden reggel ugyanakkor kap kaját, és azt nem élem meg rabszolgaságnak. Cserébe megtanultam korán kelni, és egyáltalán nem volt ellenemre. Tehát, hogy szerintem uh -huh. nagyon sok olyan rövid távú dolog, dolgot tud behozni az állattartás egy ember életébe, ami egyszerűen a jellemére jól hat. És hogy nyilván ez jó állattartónak is kell lenni. Uh -huh. Nem azt mondom, hogy én vagyok a legjobb a világon, de de azt gondolom, hogy én közel vagyok ehhez. Rögtön tudnék kritikát megfogalmazni a városban bizonyos lakásméret alatt tartott, bizonyos méret fölötti állatok és azoknak a darabszám alapján, de nem megyek el ebbe az irányba, de feltételezem, hogy te a belvárosban laksz, és ugye a három macskával kapcsolatban rögtön eszembe jutott, és nem bántás síból mondom, <laughs> de hogy, mert én egy nagy macska, macskával élésnek a megúszója vagyok. Nagyon tetszene, de nem érzem úgy, hogy a körülmények azt, hogy időnként eltűnök egy hónapra mondjuk, meg az, hogy a lakásomból a teraszon keresztül ő nem tud visszamászni, vagy tehát én úgy szeretnék macskát tartani, hogy mennyi haver, ha te is hoztál nekem kaját, akkor majd kidobom a szemétbe, tudod, hogy így egyszer csak reggel látott hogy ott egy ilyen halott veréb, de hogy, hogy, hogy úgy, úgy, úgy macskább lehessen, és legyen egy ilyen területe, és járja be a a környező izé, 600 méter sugarú kört, Aha. és egyébként, ha visszajön, akkor mi jóban vagyunk a macskámmal, ha többé nem látom, akkor, akkor meg neki az volt a jobb. Tehát, hogy így úgy legyen egy macskám, hogy az a macska szabad. De, de ezek, ilyen, ezek, ilyen, mondások, mert én ezt nem csináltam, te meg amúgy üzemelteted a te fajtádat, és az tényleg létezik. A, na, nagyon sokszor ezzel én is találkozom, hogy, és nem is a, a saját esetemben, hogy például lehet a kutyát belvárosban tartani, hogyha egyébként a napi háromszor leviszed? És nagyon sok olyan. Figyázz, mert te macskás vagy, Igen. és innentől kutyázás kritika következik. Nem, pont hogy a kutyásokat fogom most nagyon megvédeni, uh -huh. mert ők nagyon sokszor kapják meg ezt. a Hát izé, nem jó a kutyának, hogy 40 négyzetméteren van, és izél És volt egy barátom, aki nekem elmagyarázta, vagy ő ő, ő ő ezt hallotta szintén egy barát. Tehát volt egy barátja, aki hallotta egy barátját. Lényegtelen, de a kutya az pedig tipikusan az az állat, ami szeret társaságban lenni, és falkában, vagy ezt képzeljük róla. És a kutyának fontosabb az, hogy te ott legyél vele, és hogy ő, ő a szerettei, idéző lesz szerettei, vagy társai között legyen, mint az, hogy ő szabadon futkározzon a réten. Van egy, van egy, mad, egy solymász haverom, ilyen brutál nagy Harris öveket nevel, és bemutatózik vele, és megy vadászni, galambászni a belvárosban és amikor egyszer interjúztam vele erről a témáról, akkor ő mondta, hogy, hogy az a legtöbb embernek a, az egy ilyen megbotránkoztató, hogy a, madarakat egy ilyen 4-5 négyzetméteres voliérben tartja. És Parancsolsz? A voliér, az a madár kalitka, csak nagyobb gyakorlatilag ez a... Oké. A, funkció az, hogy benne legyen a madár. tudtam, csak kíváncsi voltam, hogy, én tudom, igen. És azt mondta, hogy ezek az állatok, amik mindig a szabadságnak a szimbólumai, hogy a repül a sas, meg az ő, és hogy olyan nemes és csodálatos, hát ezek az állatok a legkevésbé repülni szeretnek, mert nekik brutálisok energia az, hogy a levegőbe tartsák magukat, megemeljék a saját testsúlyukat, elkapják az áramlatot, kifigyeljék az állatot, utána még az állattal a karmuk között elmenjenek A-B-be. A madarak leginkább szeretnek ülni egy ágon és nézni, hogy nincsen semmi dolguk. Csak csipogni, ahogy a közös képviselő... Megvan ez a, megvan ez a mém? Melyik? Valaki kiakasztott a fali újságra egy ilyen tacepaót, tudod, amikor szokták a hangosan szexelőket megkérni igen, a, igen. a lépcsőforduló fali újságon, hogy ezt fejezzék be, hogy boldog az életük, és akkor a, a valaki azt hitt, hogy a, hogy hogy a hogy a madarak amúgy minek vannak, nem lehet tőlük aludni, hangosan csipognak, csíp, 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 és így le van írva, és csak áll az ágon, és csipog, mi értelme van? És ez csávó teljesen kikészült attól, hogy léteznek a madarak.